Sziasztok! Mindenkit sok szeretettel köszönök Marga Tiborral. Sziasztok! Ő az autóvizsgálat.hu vezetője, kollégájával használt autókat vizsgál át, olyasmi használt autókat, amelyeknek a megvásárlása kisebb vagy nagyobb kockázat. Hát nyilván minél nagyobb kockázat megvásárolni egy autót, annál inkább érdemes őket hívni. Ez a Skoda Octavia RS szerintem tipikusan egy olyan autó, amit lehet, hogy nem megvenni lesz nehéz, hanem üzemeltetni, meg utána szerelni. Szóval ez egy remek autó, de több esélyes azért tulajdonosként szerintem lesz mit róla mesélnünk. 2007-es kocsi, ugye nagyjából ilyen 2,2 millió forintért vette tavaly ősszel a tulajdonosa, azóta nem sokat ment vele, 208 ezer kilométer van benne, de ennek ellenére gazdag szerviztörténetet tudott a rendelkezésünkre bocsátani szegény, tehát költségei vannak, de örömei is. Ti milyen gyakran futtok bele Octavia RS-be? Meglepően gyakran, egyébként elég sokat vizsgálunk át, és hát a tapasztalat az, hogy azért így 12-3-4-5 évesen már azért az élet az taposta őket egy keveset, azért ezeknek ugye általában rúgják, oda csapják, használják, széttapossák, stb. Futómű, váltó, motor, minden szeret szétesni, karosszériát már gombozba törték 12-szer, ez az általános, de ettől mindig vannak eltérések, ez nem törvényszerű, pont ezért fontos a vizsgálati vásárlás előtt, hogy ne szaladjatok bele egy olyanba, amit nem érdemes megvenni, vagy esetleg hulladékra való. Az egyetlen furcsaság, amit majd jobban ellenőrzünk, hogy itt rajt van a gyári kopó matrica, a másik felén pedig nincs. Ezt majd megnézzük, hogy mi ennek az oka. Egyébként bárhol mérem, mindenhol ilyen 100, 105, 110, 120 mikron a rétegvastagság. Oszlopokon is. Ilyen autókban, amiben sok az akarat, azért jellemzően ennyi idő alatt oda csapják egy párszor, úgyhogy nem lenne meglepő, ha ennél is találnánk valamit. Viszont, az előbb említettük, hiányzik a matrica erről az oldalról, viszont fényezésnek nyoma sincs. Tehát hiába mérem, de van. Láthatjuk, hogy 204 mikron. Tehát ezen a részen volt sérülve az autó, de nagyon minimálisan. Valószínűleg csak egy kisebb meghúzás lehetett, azért lett leszedve a matrica. Bárhol mérünk, mindenhol a gyári réteget mérhetjük. Érdemes ellenőrizni vásárláskor, hogy le volt-e szedve a csomagtartó ajtó. Ha még nem volt leszedve, akkor a gyári festék itt a hat lapfejen rajt kell, hogy legyen, és nem szabad, hogy sérülés legyen rajta. Ha van, akkor valószínűleg már le volt véve, tehát javították, cserélték. Ennél az autónál egyébként nem. Mindig nehéz azt elválasztani, hogy mitől jó egy motor, attól, hogyha finoman jár, bődületesen erős, mint ez, viszonylag keveset fogyaszt, hiszen ezzel 8 és 12 liter között el lehet járni, vagy attól jó, hogyha nem kell rá költeni, mert működik zokszó nélkül néhány olajcserével. Hát ez olyan szempontból jó motor, hogy a tulajdonságai paraméterei mai szemmel, mai új autókhoz mérten is kiválóak, a megbízhatósága meg hát bőven nem. Ugye a hűtéstől kezdve olajozás, üzemanyagellátás, ugye az üzemanyag szivattyúja, ez a Chemfollower nevű eszköz, egy kis alkatrésze az, hogyha megszorul, akkor bizony az ott megáll az a vezérműtengely. Nagyon fontos itt kitérni a dízelre, mert ugye a dízel Octavia RS-nek, pont a facelift előttinek, ami nem CRS, az a nagy baja, hogy nem bírja regenerálni ugye a részecske szűrőt, és iszonyú sok baj volt ezekkel az autókkal már újkorukban is. Tehát hiába lenne ez a 2 liter PDTD egy viszonylag vállalható motorkonstrukció, pont a 170 lóerős, pont az Octavia RS-ben, meg a Leon, igen, vagy Ateca FR-ben, meg ilyen autókban, Ateca, bocsánat, az akkor nem volt, Alta FR-ben, ez egy kifejezetten nagyon sok gondot okozó motor volt. Tehát Octavia RS-t ebből a korszakból, a CRTD előtti korszakból inkább benzinest kell venni. Igen, ugye ott volt a hadszögtengely probléma. Ja, igen, az olajszivattyúhajtás is. Igen. Tehát, hogy azért az RS-TD-k bőven sok sebből vérezhetnek, ráadásul valószínűleg kétszer ennyi kilométer van bennük, mint ezekben, tehát sokkal nehezebb abból olyat találni, ami nem ment el a holdig kétszer. Hát ezért mondtuk, hogy akkor érdemes egy pici lét még hozzárakni, és akkor inkább CR-t keresni. Mert ott meg már az ugye egy nagyon bevált konstrukció, sokkal kevesebb gonda, bár a hadszögtengely probléma ugye ott is megmaradt, úgyhogy, de hát nem egy akkora történet egyébként átalakítani, tehát egyszer meg van csinálva, onnantól elmegy a holding meg vissza. Ha Octavia RS-t kerestek, akkor nagyon fontos, nézzétek meg a motortérbe is mindenképp a lent a nyúlványokat, hogy gyári-e, nem-e volt esetleg az eleje lecsóra törve, az árhíd csavarjait, hogy voltak-e már kivéve, hogy jól látható, hogy itt nem volt, sőt a sávvédő csavarján is látszik, hogy soha nem, senki nem vette le, meg még a gépházvezető csavarjainak a menetében is benne van a gyári festék, tehát ott nem volt megbontva maga a karosszéria elől soha tulajdonképpen. Amiért meg volt bontva itt a lökhárítónál egyedül az, hogy most egy új klímahűtőt kapott az autó, ezért nyilván atomjúrja kellett szedni a lökhárítónál, itt a homlokfalnál minden, de frontális sérülése ennek az autónak sose volt, ami elég meglepő, ugye, mert azért csapkodják ezeket az ereseket ide-oda, de ez egy kimondottan, korához képest ez egy kimondottan jó állapotú autó.
A PQ35-ös padlólemezőre nem csak 1.9 SD-k meg 1.4-es szívó benzinesek épültek, hanem ilyen lelkesítő autók is, mint a 2 literes TFS-ével 200 lóerős Skoda Octavia RS. Nézzük meg alulról ezt a kocsit, mert nagyon tanulságos lesz. Ha megnézitek az olajteknő tömítését, látszik, hogy még soha nem volt ez a motor szétszedve. Az olajteknőt még soha senki nem szedte le. Ami jelentősebb összeget költött a tulajdonos az autóra, az a klímaszivattyú csere, egy új klímaszivattyú van az autón. Annyi, hogy a szerelő egy kicsit rehány lehetett, mert az intercoolerre a csövet, azt már én dugtam vissza a helyére, félig ki volt csúszva, és itt valamennyi töltőlevegő nyilván el is szökött, de ez igazából egy ilyen szerelési baklövés. Egyébként maga a motor mindenhonnan, akárhonnan nézzük, mindenhol porszáraz, sőt még a váltó is, tehát se a féltengely kihajtásoknál sehol nem folyik, gyakorlatilag porszáraz. Ehhez képest sajnos ez a motor már elég jelentősen fogyasztja az olajat, körülbelül ilyen 2000 kilométerenként, 1500 kilométerenként egy ilyen fél egy liter olaj azért el szokott fogyni. Sajnos ezeknek a motoroknak ez a rákfenéjük, hogy előbb-utóbb nem lehet megúszni, előbb-utóbb szét kell szedni, fel kell újítani, új lehetőleg kovácsolt dugattyúval, gyűrű, csapszeg, hajtókart, csapát, stb. Összerakni, és akkor megint kimegy a világból egy darabig nyilván. De azt gondoljátok, hogy vesztek egy 2 liter TFS-it, főleg 1.8 TFS-it ebből a korból, és abban csak tankolni kell majd, és soha nem kell majd félmilliókat rákölteni, akkor tévedni fogtok, mert de egyszer valaki vagy előttetek már ráköltött, vagy ti ráfogtok, vagy akinek eladját, rá fog költeni egy komolyabb összeget, de utána egy tök jó motor egyébként. Félmillió forintról jutott eszembe, hogy a váltó már volt levéve az autóról, mert kettős tömegű lentkereket, illetve kuplungot kellett cseréltetni, ami mint okkal vonóval minden együtt pont egy félmilliós tétel volt erre az autóra. Benzines motoron, például egy ilyen TFS-i motoron azért a kettős tömegű lentkerék jóval tovább szokta bírni, mint egy dízel motor esetében, hiszen sokkal kisebb nyomaték lengések vannak. Ezzel együtt nyilván szakszerű megoldás az, hogy ha már lenn van a váltó, meg kuplungozunk, persze cseréljük ki a kettős tömegűt, de az is lehet, hogy még 200-at elment volna a régi kettős tömegű, hiszen még egyszer mondom, tovább szokta bírni általában, mint egy dízel. Itt ez most 500 000 forintjába fájt a tulajdonosnak. Kipufogó tartó ki van csúszva a helyéről, érdemes ezt is visszarakni, de nyilván oka van, hogy kicsúszott, ezt valószínűleg magát a tartót érdemes cserélni, mert lehet, hogy a gumi megkopott, ezért csúszott ki. Illetve itt jól beláthatunk a turbóhoz, milyen szép, mennyire száraz a turbó, egy csepp folyása sincs, nagyon jó állapotban van. Ez is egy Németországból behozott autó, ugye ezeknek ott sokkal nagyobb piaca van, sokkal nagyobb mennyiségben futottak újonnan, ott könnyű ilyet venni. Makulátlan szinte az alja 15 évesen. Amit még itt észlelni lehet, ezek a sportrugók itt szép sárgában virítanak. Szerencsétek van, akkor a papírokban be van jegyezve, és akkor a műszaki nem lesz vele gond. Minden esetre elég radikális ültetést kapott az autó, és ami viszont szerintem nagyon szép benne, ugye a Fellinek az RT száma is eltér a gyáritól, azért a karosszéria síkjában sokkal jobban kijönnek a Fellinek, tehát annyira jó a kocsi kiállása, tényleg egyszer egy öröm nézegetni, amikor megjött vele Ricsi a kocsi tulajdonos, csak így néztük, hogy mennyire jól néz ki és mennyire állat. Összesen két hibakód van az autóban, egy riasztó kürt hibakód, tehát magyarul nem tud megszólalni a riasztó, mert a szirénája nem működik, illetve egy jobb hátsó ajtó modul, ami azért érdekes, mert egyébként minden működik az ajtóban, tehát központi zár, az ablakemelő, minden rendeltetésszerűen működik. Ugye ezek általában ilyen kommunikációs problémák, ezen kívül semmi más nincs benne. 50 báros az üzemanyag nyomás, 50 bár is egyébként az alapjárati előírt nyomás ezeknél a motoroknál, hogy tökéletesen teljesíti az üzemanyag szivattyú. Gyújtáshiba nincs egyik hengernél sem. Ugye a lambda érték jelenleg 0,99-es, tehát közel egy lambda értéke van. Ez látszik is egyébként a kipufogón, hogy jó a motornak a keverékképzése. Itt ellenállásban láthatjuk a lambda szondának az ellenállását. Alapvetően, alapvetően az élő adatok jók, a motor élő adatai jók. De ugye nyilván itt olyan dolgokat látunk, ahol elektromos szenzorok, érzékelők vannak, amit tud érzékelni a motor vezérlő egysége. Mechanikus kopások nem fognak kiderülni általában egy élő adat vizsgálatakor, vagy csak nagyon extrém helyzetben, amikor már mondjuk a katalizátor eltömődött, de hát az már a világ vége. 208.261 km van ebben az Octavia RS-ben, ami ugye a benzines modell, 200 lóerős. Szerintem szédületesen eltalált és jó autó. Nyilván nem akkora, mondjuk itt a vízgágosság megélmény, mint egy 5-hengeres Focus ST, viszont ebből ugye nem csak 5 ajtós van, hanem kombi is, óriási csomagtérrel, nagyon jó használhatósággal. Ráadásul ez egy különösen szépen megőrzött belső terű autó. Tényleg az ember egy ilyen fél prémium hangulatot megítélhet, mert
még az A3 sem volt sokkal előrébb ebből a korszakból. Technikájára látszik, hogy borzasztó sokat költöttek, tehát ugye volt egy 300 ezeres klíma kompresszor csere, ebből ugye 140 volt a klíma kompresszor, 70 ezer volt egy klímahűtő, gáztöltés, munkadíj, mi egymás kis ez az amaz, ez így 300 ezer forintért lett ilyen csodálatos az automatikus klíma benne. Egy másik 500 000 forint elment ugye a kettős tömegű lentkerékre, a kuplungra, meg a valami kis váltójavításra, munkadíjjal együtt. Ezen kívül volt 50 ezer forintért még egy lefolyó szelemp rajta, hogy ez a Cam Follower nevű, aminek majd megtaláljuk a nevét és ki fogjuk írni, úgyhogy mondják azt magyarul. Minden esetre az is egy jó 20-aser. Ez is egy olyan erős autó, amivel a magyar utakon kénytelen vagy lassan menni, mert egyrészt ugye erősen meg van ültetve, meg nagyon kényelmetlen a rugózása, tehát ez az ültetőrugós futómű keményítés, ez nagyon oda tett az autó komfortjának, és szerintem pont az a sokoldalúsága szenved ezzel csorbát, ami az Octavia RS-t kiemeli, hogy nagyon jó használható a hétköznapokban, és egy nagyon jó, erős, gyors utazó autó ezzel a rugózással, mert nem az cserébe kanyarba. Nyilván, hogy alacsonyabb lett a kocsi súlypontja, még jobb az útfekvése. Némi futómű hang, enyhe kopogás, ropogás, azért úgy kiki hallatszik. Ja, most tényleg egy ilyen keményített futóművel megyünk nagyon rossz úton, tehát ez így belefér. 9,2 liter az átlagfogyasztásuk, most kicsit büszke vagyok magamra, hogy úgy használok egy Octavia RS-t, ahogy azt érdemes és kell. Sajnos ezeknél az RS Octaviáknál nem elég csak az olajszintet rendszeresen ellenőriznetek, hanem a vízre is oda kell figyelni. Tehát ez tényleg egy viszonylag érzékeny motor, viszont bődületesen jó ez a motor tényleg, tehát nagyon jó erővel húz. Könnyen betölt a turbó, rettenetesen jól megy. 200 lóerőnél simán többet kinéznék belőle, és mellette rendkívül kultúrált, tehát finoman jár. Tehát tényleg egy ideális elegye annak, hogy kirakod a családot és eldobod az agyad, és utána el tudod vinni őket kultúráltan nyaralni. Ez egy hiba lehetőségekkel elég erőteljesen megvert típus, de szerintem ebből egy elég szép autót sikerült bemutatnunk. Amit köszönünk Ricsinek, hogy szabadságot adott ki és elhozta, hogy nektek bemutatassuk az Octavia RS-t. Minden esetre már ráköltött egy 850 ezeret első lélegzetvételre, de remélem, hogy az autó állapota azt indokolná, hogy ne legyenek minden évben ilyen kiadásai vele. Így van, de azért ezt tegyük hozzá, hogy ezt a 850 ezeret ezt elég bőlével költötték rá, tehát hogy azért nem biztos, hogy mindent úgy és annyiért kell cserélni, mint ahogy vele cseréltettek, de azért nyilván ez nem egy 3 forintból fenntartható mondjuk Opel Astra H, tehát azért többet fogtok költeni egy ilyen autóra, de az élmény értéke is nyilván jóval magasabb. Ez egy nagyon jó, korához képest ez egy nagyon jó állapotú autó, én azt gondolom. Tehát 15 éves korára bár minden autó ilyen állapotban lenne, mint ez. Ti is küldjetek nekünk az értékbecsapukat.hu címre különböző használt autókat, lehetőleg olyat, ami még nem volt, van benne jó sok kilométer, tudtok róla amit mesélni, és akkor a legérdekesebbeket Tiborral az autovizsgálat.hu vezetőjével be fogjuk mutatni, és folytatódhat az értékbecslő. Köszönjük szépen a figyelmeteket, iratkozzatok fel, ahol csak tudtok, kövessetek minket, ahol csak tudtok, és olvassatok sok vezest, mert nem csak videókat csinálunk, hanem cikkeket is. Köszönjük szépen még egyszer. Sziasztok! Sziasztok!